Vadon, gyerekek. Eltévedtem, az van. Airbnb-t keresek, és a másik oldalra jelöli az út, a térkép. De szerintem itt van. Szerintem ez lesz ez. Semmi sincs kiírva. Utcaházszám, azt el lehet felejteni, ezt nem ismerik itt 10 évben. Az Airbnb szerint Belize-be. De az Airbnb-s képeken láttam ott azt a háttérben lévő házik ott, szóval az lesz az valószínűleg, de itt... Hogy lehet ide bemenni? Mit gondoltok itt? Ott van valaki. Ezt két megkolom, Polly? Hola, hello! Hi there, come on in! Just come in? Okay, ennyi. Csak be kell nyomni az ajtót, és akkor... Jól van, becsukodott. Ez király lesz. Azt mondták, jöjjek be, úgyhogy akkor csak nem lehetek rossz helyen. Jó, van, meg lesz az. Előkerült egy írás tudó. Nézzük akkor. Okay, be there in a sec. Hú, ha valaki elhagyta a nadrágját, figyeld. Mennyi nadrág? Ó, gyerekek, ez brutál király. Igen, egy Airbnb, feladtam a hostelos életet, mert nem foglaltam időben, és tegnap jöttem rá, hogy nincs több hostel, így betelt a szigeten, minden hallod, Airbnb-ből, és alig találtam, úgyhogy... Légkondi, szuper, ott a másik, úgyhogy nem lesz itt hideg éjszaka szerencsére. Ablak, még több ablak. Ezt kikapcsoljuk, mert nem kell itt menjen. Arra van izé, szúnyoghálózva az a izé. Mi ez? Rejtett ajtó, gyerekek. Mit lehet találni? Hogy nyílik, el kell húzni? Mi ez, szomszéd? Nem itt a WC. Ó, saját WC-n van, meg a fürdő. Ó, azt figyeld, azt a mindenét. Ki lehet kubucskálni a szomszédba, hogy csókolom. Finom volt a kókuszgoló. Na mindegy, menjünk, csekkoljunk be, meg nézzünk körül. Kulcs, és innen vagyunk. Egy a szobához, meg egy a konyhához. Megnézzük a konyhát, hogy néz ki. Általában itt adnak ingyen. Mennyi nadrág itt is, figyeld. Valaki hagyta őket. Ja, szóval ez a konyha rész. És itt az ingyen víz, örök élet. Ja, nem nagy szám. Hol van hűtő is? Hát, úgy látszik, hogy van minden. Hé, kutyuli, dolgo? Szevasz. Sokarás? Ja, szia. Jó van neked, jó, mi? Olyan még itt. Körbenézzünk. Hotel többi része. Oh, ezt láttam az éve. Az Airbnb-re ezt akartam kibérelni, csak kicsit drága. Meg nem volt elérhető mindvégig, csak egy pár napig is ott a fürdő része. Ott meg fönn izé, ilyen kis tornác. Na, ez király lett volna. Ennyi a hely, gyerekek. Ó, tyúkó, figyeld, a csirkék. Vannak csirkék is. Szevasztok. Madárkák, nézd meg, ott izé. Ott isznak. Milyen vedelés, mi? A pia, csak a pia, folyton csak a pia. Gyerekek, már a izék sem régiek, madarak. Csak a pia ott is. Semmi izé, könyvklub meg izé. Költőket, óval költök után mennének a könyvtárba nézegetni, hogy melyik mit csinált meg a művészek, a zeneszerzők, Haydn meg a többiek, Bach, érted? Csak a pia. Na minden, egyébként mondták, hogy van itt valaki, aki most kapta meg a masseur licenszét, masseur, nem tudom, hogy hívják azt licenszt, a papírait, és akar gyakorolni. Úgyhogy ingyen masszázs van. Úgyhogy holnap reggel 9-re beneveztem egy ingyen masszázsra. Hát, figyelj, ahol tudok, segítek. Ha gyakorolni akar az úriember, hát, én segítek. Remélem nem akar más csak masszázs gyakorolni, úgyhogy. Na mindegy. Ennyi volt a mai kis bejelentkezés. Mi az, fülhallgató, hallod? Be kell dugni az éba, lehet hallani az éte. Ha, és német techno. Jó van, az is van. Azt a mindenit hallod, 5-ös ping. Kiakadt a mérő, hallod? Na, feltöltés, 10 meg a mennyi? 100, izé, gyerekek, 120 meg a kiakadt. Köszönöm figyelmet, találkozunk egy másik epizódban, melyek videót vágok meg, edzek meg ilyesmit, hogy aztán